Mennek, mendegélnek, elérnek egy szép erdőt, és benne egy kicsi házikót. Rendhagyó percek, amikor a könyvtárigazgató mesél a diákoknak tanítási időben. Immár 18. éve hagyomány, hogy október első hetében rendezik meg az országos könyvtári napokat. Mivel a Népmese napja szeptember 30-a egybeesik a programsorozat első napjával, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban ezen a napon a meséjé volt a főszerep. Mi hiszünk abba, és a könyvtárunknak az a célja, hogy megadjuk minél több gyereknek a mesemondás és a mesélés élményét. A héten hagyományos programokkal várjuk az érdeklődőket, ingyenes beiratkozás, amnestia, garázsvásár és egy számtalan program a városba. Több mint 40 programunk lesz, nem csak itt a központi könyvtárunkban, hanem valamennyi fiók könyvtárunkban, de a vármegye szerte szervezzük a programokat, a legkisebb településre is visszük a kulturális eseményeket és szervezzük a programokat. Lesz kiállítás megnyitó, könyvbemutató, író-olvasó találkozó. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy icili-picili házacska. Szintén hagyománynak számít már a vármegyei könyvtárban, hogy évről évre meghívnak egy-egy közszereplőt, mondja el kedvenc meséjét a gyerekeknek. Ezúttal Nagy Szabina nyíregyházi önkormányzati képviselő mellett Baracsi Endre, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közgyűlésének alelnöke osztotta meg a diákokkal egyik kedvenc történetét. A tavaly évben, amikor itt voltam a Népmese napján, akkor valóban egy olyan történetet mondtam el, ami az én életemben történt meg, és azt próbáltam egy kicsit ilyen meseszerűen átadni a gyerekeknek. És azért érdekes a Népmese, mert valóban így is keletkeznek, hiszen valóban olyan történetek öltöttek formát népmesei alakban, amely a régi korban, az örökségünkben megtörténtek, és ezek váltak úgymond a magyar léleknek a részévé, és azt hiszem, hogy a magyar népmese az pontosan ezt szimbolizálja. Örökségből fakadóan, valóban néha tanító jelleggel, néha oktató jelleggel, néha pedig figyelmeztető jelleggel mesél el olyan történeteket, amelyek valóban ott vannak a néplélekben, és amelyek azt szolgálják, hogy egyrészt örökséget mentsünk át, másrészt pedig azért valóban legyen egy olyan közösségformáló élmény, egy olyan közösséget erősítő szál, amely úgy gondolom, hogy a népmesének valóban szerepe is és feladata volt. A megkérdezett diákok körében népszerűek a magyar népmese hősök. Nekem a magyar népmeséik a kedvenceim, és hát az összeset szeretem. Van olyan történet, ami néha eszedbe szokott jutni, hogy aha, na én is majd olyan okos leszek, vagy olyan bátor, mint az a főhős. Vannak számodra különösen fontos figurák? Nem annyira. Pókember, Vasember, Amerika kapitány, Hulk. És számodra ők fontos példaképek egyébként? Hát szoktam őket nézni tévékbe. És vannak szerinted olyan magyar népmesei hősök, akik legalább ilyen erősek mondjuk, mint Hulk vagy Pókember? Nem. De mikor a medve meglátta a csillag szemét, a tömlöc legtávolabbi szögletébe kucorodott, s dehogy ismerte volna bántani. Nagy Szabina meséjét a csillagszemű juhászról egy másik különleges képességekkel rendelkező hős Vaslaci története követte, ezt Kácsor Ignác Gabriella múzeumpedagógus mesemondó tolmácsolásában ismerhették meg a gyerekek. Na de Laci, megfogta a buzogány, megpördítette, püf, vissza, éppen a hétfejű sárkány sarkantyújának a sarkánál állott meg a buzogány. A 28 fejű sárkány legyőzése után a gyerekeket népi hangszeres és színi előadás várta, a felnőttek számára pedig további számos előadással, garázsvásárral, ingyenes beiratkozási lehetőséggel készülnek a szervezők.